Kedves nézőink, most Gadanet Zoltán ingatlan forgalmi szakértőt köszöntöm. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Már többször beszélgettünk, és mindig szóba került, hogy az országgazdasági helyzete mennyire van hatással az emberek pénztárcájára. Most ugye azt mondják, hogy az éves infláció 18,5% körülre fog kifutni. Összességében milyen volt ez az év? Ezt már lehet meg lehet határozni? Azt gondolom, hogy nagyon nem rózsás. Igen, ez egy nagyon érdekes helyzet, mert ugye tavaly május óta az ingatlan piaci kereslet az ugye 50%-ot esett vissza, és először ugye ez nem jelent meg rögtön az árakban. Most viszont most már azt látjuk, hogy ugye közel másfél év eltelt azóta, hogy egy jó fél év után először egy 10%-os alkú az, ami megjelent a piacon, utána már ez a hirdetési árakban is megjelent, ami ugye ahhoz már tényleg egy komoly visszaesésnek kell lennie, hogy az elmúlt jó pár évnek a tendenciája ilyen szinten változzon meg. És én, hogyha nem akarok vészjósló lenni, de azt gondolom, hogy jövő év végéig Így van, tehát én azt mondom, hogy talán akár egy 20%-os visszaesés lehet a tavaly májusi árakhoz képest. Ami viszont egy nagyon érdekes tendencia, hogy a hitelezés az egyre inkább elindul. Ez azt jelenti, hogy most már látunk 7% alatti kamatot is. Ami hát egy eléggé... Ritka, mint a fehér holló, de van, már van. Így van, de már van. Tehát hogy ez egy eléggé előremutató dolog. Tehát ez azt jelenti, hogyha szépen lassan vissza fog jönni egy kicsit a hitelezési kedv, ami ugye azon a piacon is egy elég jelentős, több mint 60%-os visszaesés volt egyébként. 5% alá kéne mennie? Nem. Ez már közel vagyunk egyébként a jóhoz, hogyha már ilyen 6% környékén van, vagy az alatt, az már egy egészséges hitelezési piac egyébként. Ami volt nálunk, tehát hogy már bement 3 alá, az már nem egy tartható hosszú távon. Ott már ugye ez a kecske és káposzta dolog nagyon megborul, de alapvetően ez az 5-6% az már egy viszonylag kedvező, ott már az ügyfél is fogalmazunk úgy, hogy nagyon jól jár, legalábbis ingatlan szempontjából, ingatlan vásárlás szempontjából. És én azt mondom, hogy ennek köszönhetően jövő év végére, ha csak valami nagyon negatív dolog nem történik, akkor egy észrevehetetlen, de szépen lassan pár százalékonként emelkedő keresletre lehet számítani, ami viszont nyilván majd meglendíti egy kicsit a piacot. Azt nem tudom, hogy most a kereslet csökkenésével azon kevesek, akik ingatlant vásárolnak, azok lakás céljára veszik az ingatlan, gyereknek, unokának, stb. Vagy pedig befektetés céljára. Tehát az a kérdésem, hogy a befektetési célú ingatlan vásárlások száma mennyivel csökkent? Az, ami érezhetőbben csökkent? Nagyon érdekes, mert tulajdonképpen azt vettük észre, hogy összességében csökkent a kereslet, tehát a metszete lett más a dolognak, de alapvetően ugyanaz az a közönség van. Vásárolnak teljesen lakás céllal is, tehát vagy akár nyaralót, érzelmi döntésből, tehát mindenféle vevőközönséget látunk a piacon, a befektetőt is látjuk a piacon. Tehát, hogy alapvetően minden rétegből jelennek meg, de kifejezetten odafigyelnek az árképzésre, hiszen arra gondolnak, hogy esetleg még eshetnek az árak, és nem szeretnének rossz vásárt csinálni. Tehát, hogy ez azért tisztán látszik, hogy mindenki azért jelen van, de sokkal visszafogottabb a vásárlási kedv. Inkább azért kezdtek el megjelenni többen, vagy most már érdeklődőbbek a piacon, mert tényleg azt gondolja, hogy a pénze amortizálódik valamilyen szinten, elértéktelenedik, hiába kap rá magas kamatot, ne húzzuk az időt, vegyük meg azt a nyaralót, vegyük meg azt a lakást, vagy egész egyszerűen tényleg családalapítás van, jön a gyerek, most tudjuk összerakni, és ugye ami most az év végét meglendíti, ugye a csok, mint olyan, hogy el lesz törölve. A városi csok megy kifele, de lesz helyette valami más, de hát még nem tudjuk, hogy micsoda. Igen, de én nem várnám ki az új csokot, hiszen a mostani, tehát azért az ritkán fordul elő, hogy valamiből jobb lesz. Tehát, hogy Hofi Géza mondta, csak nem megint a hús lett olcsóbb, ugye? Egyszerűen erre nem számíthatunk. Világos. Tehát hogy a tendencia azt mutatja, mert azért 90-es években 1,5 millió forintért lehetett akár itt a 13. kerületben lakást vásárolni, mert most azért nézzük meg, hogy most mit lehet venni annyi pénzért. Tehát egy hatoda parkolót. Tehát igazából ezért erre kell számítani, hogy aki
vásárol, és aki egy ilyen jó terméket, mint a csok, városi csok igénybe tudja még venni, az szerintem semmiképpen ne halogassa, hiszen akár több 10 millió forintot tud vele spórolni. Mit javasol azoknak? Én olvasom, nézegetem az interneten különböző híreket. Tegnap vagy tegnap előtt akadt a kezembe egy olyan hír, hogy megéri-e kockáztatni, azért nem olvastam el a cikket, csak a címét, hogy valaki mondjuk az albán tengerparton akar vásárolni ingatlan, de már lehet tudni azt, hogy horvát, spanyol tengerparton vásárolnak magyarok ingatlan, a különböző tengerparti településeken. Ott vegyek inkább, vagy próbálják meg itthon befektetni, vagy ezt egy ingatlan forgalmi szakértő tud erre valami okosat mondani? Hogyne, hát elég sok tapasztalatunk van ezzel is, hiszen ügyfeleink közül sokat tudunk kiszolgálni az említett helyszíneken is. Alapvetően az a jellemző, hogy az árrobbanás miatt vásárolnak ezeken a területeken. Tehát például Albánia is egy olyan terület, ahol szorzódtak az árak az elmúlt években, tehát duplázódtak minimum, de akár Törökország is, ugye Dubaj is ide tartozik. Mindegyik azért az elmúlt egy évben már tetőzött, és egy keresletcsökkenés van ott is. Tehát ott inkább egy stagnálást lehet látni. Azért vásároltak ott, mert ez a fajta folyamat elindult, ez a fajta árrobbanás, és ebben részt szerettek volna venni, ha más nem azért, hogy egy-két évig megtartják, amíg az ára úgymond szorzódni tud akár egy ilyen ingatlannak, és utána pedig eldöntik, hogy foglalkoznak vele. Ezek a vásárlások inkább attól szoktak megtorpanni, hogyha van valami, hogyan mondjam, elrettentő tényező, kiadták, lelakták, az üzemeltetője nem foglalkozott vele úgy, nagyon felemelkedik a repülőjegy ára mondjuk. Tehát ugye voltak olyan helyszínek, ahova pár ezer forintért konkrétan el lehetett menni, tehát akár 10 000 forint alatt, és lehet, hogy oda most 50-100 000 forintba kerül egy repjegy, és innentől kezdve már ugye az ügyintézés is, ha ki kell menni, ugye a nyelvi nehézségek, teljesen más intézkedni egy Dubajba, amikor ott ülünk egy pakisztánival szemben egy nem tudom, ügyintézővel, aki nagyjából az ottani nyelvet meg az angolt se jól beszéli, tehát, és a kultúra is más. Tehát ugye ezzel nagyon nehéz megbarátkozni, hogy akár ott is, mert az itthonihoz hozzászoktunk, ott meg már ugye ez egy nehezített pálya mindenféleképpen. Ez és a tendencia az, hogy a magyarok olyan helyre mennek, ahol vannak már magyarok, vagy van olyan ismerősük, barátjuk, akikben megbíznak, és saját tapasztalatai vannak. És ezt másholva szoktak mozdulni. Zolisok, hogy magyar kolóniák fognak kialakulni. Egyébként Albániában is van, tehát egy csomó helyen már azért van az, hogy több tíz család is vásárol, tehát ez teljesen jellemző. Egészen hihetetlen. Ugye én nem gondoltam volna ezelőtt 20-30 évvel, vagy amikor én gyerek voltam, hogy ilyen előfordult, hogy valaki így ingatlant vásároljon ilyen országokban. Utolsó kérdésként kíváncsi, hogy az albérletpiacot mennyire befolyásolja a mostani inflációs helyzet? Érdekes, mert ott is azt mondom, hogy minden úgy marad, csak kisebb lett maga a piac. De. Tehát, hogy igazából látszik az, hogy az Airbnb sokkal visszafogottabban működik, tehát ott is látjuk azt, hogy ilyen típusú lakások is kerülnek a piacra, szerényen, de látszik, hogy nem mindenkinek jött be ez a fajta befektetési forma. És az albérletpiac is ugye a szeptemberi felfutás után, fogalmazunk úgy, hogy belassult. De attól függetlenül a bérleti piac még mindig élénkebb, mint a lakásvásárlással kapcsolatos igények. És az árak, azok mennyiben változnak? Volt egy komoly felemelkedés. Ki jár jobban most éppen? Hát érdekes a kérdés, mert nyilván volt egy erős felemelkedés, tehát árnövekedés volt az eladással szemben a bérleti piacon, tehát ott akár egy 20-30%-os emelkedés is volt az elmúlt jó egy évben, de ez most már megállt. Tehát most már azt mondom, hogy egy ilyen standardebb dolgot lehet, és mindenki inkább a készet keresi. Tehát, hogy a nyaralót is úgy választanak, hogy ne nagyon kelljen hozzányúlni, hiszen nem akarják megutálni, mire elkezdik használni a felújítás miatt. És albérletnél is inkább a szebbet választják, és a lakásvásárlásnál is minél inkább kulcsra készet keresnek. Tehát az albérletben is olyat keresnek, ugye, ami nekem tulajdonképpen semmi más nem kell vinnem, mint a párnámat meg a paplanomat. Igen, alapvetően a felszereltebb lakásokat keresik, tehát így van. És ez mennyire, hogy mondjam, európai, tehát hogy most már
ez egy standard lesz, hogy én csak úgy tudom eladni, kiadni jól a saját ingatlanomat, hogyha én tip-topra felszerelem. Alapvetően azért lesz standard, mert egy magasabb árat tudok érte elkérni. Tehát ez most már egy szemmel látható összegbeli különbség. Ugyanaz a négyzetméterű lakás, ami fel van szerelve komolyabban, és ami nincs, ott egy látható különbség lesz. Meg azt mondom, hogy akár 20-30% különbség is lehet. És van egy ilyen átlag körülbelül, mondjuk Budapesten és egy vidéki városban, amit... Hát éppen emiatt nagyon nagy a szórás. Tehát nem mernék olyat mondani, hogy akkor most 200, nem tudom, 20 000 forintba kerül egy kétszobás lakás, mert mondom, a felszereltség miatt ez nagyon-nagyon eltér most már. Tényleg óriási különbségek vannak. Ugyanúgy lehet találni 100 pár ezer forintért kétszobás lakást, tehát mondjuk 160 ezerért, de ugyanez kerülhet most már 3-400 ezer forintba is. Tehát, hogy eléggé kitágult ez a fajta réteg, pontosan azért, mert megnézik az emberek, hogy mit kapnak a pénzükért. Nagyon kíváncsi leszek arra, hogy mondjuk jövő év elején hogyan alakul az ingatlan piac. Fogunk még erről beszélgetni, legalábbis remélem. Én is remélem. Köszönöm szépen, hogy itt volt. Köszönöm szépen, szép napot mindenkinek, boldogság. Kedves nézőink, ennyi volt már a Pirkadat. Holnap reggel Breyer Péter fogja önöket köszönteni, de ne kapcsolják el a készülékeket, vagy készüléküket. Nagyon-nagyon sok jó műsort láthatnak itt a Heti TV-ben. Velem legközelebb pénteken találkozhatnak a Pirpoolban, addig is a legjobbakat.